Először is szeretném megköszönni a szervezőknek a meghívást. Ígérem, hogy már elnök úrról, is fogok majd néhány szót ejteni, de inkább a vége felé, ha ezt megengedik nekem. Szóval a címválasztás, ez a jogállam a szupranacionális térben nem az én ötletem volt szervezőké. És hát meg kell mondjam, hogy megbírkozni viszont együtt kell vele itt az elkövetkező pár percben, ami nem olyan nagyon egyszerű dolog. Nyilván a szupranacionalissal kezdjük, akkor hamar túl tudunk rendülni, értelmező kéziszótára direkt megnéztem és azért valami megütötte a szememet, ugye azon túlmenően, hogy államok fölötti ugye, intézményről van szó, azt is mondja, hogy azokat meghaladó szinten működik. Ez az ízlegessük, egy kicsit később vissza fogok rá térni. Viszont, hogyha a szupranáciás térről beszélünk, ugye, akkor a fantáziánknak már nem sok minden tud határt szabni. Nyilván a szupranciális szervezetek által befolyásolt, uralt, dominált viszonyrendszerről van szó. Ennél sokkal széttartóbb ugye a szupranciális szervezetnek a fogalma, megosztanak a vélemények, hogy melyik szervezet számít annak, melyik nem. Hát azt gondolom, hogy az Európai Unió aztán nem vitás. Az Európa tanácsnál már, már ez vitatható de hát ott is, hogy ott van az Emberi Jogi Bíróság, ugye, mint Európa Tanácsi Szervezet, amelynek azért ugye vannak kötelező érvényű határozatai, legalábbis konkrét ügyekben a tagállamokra vonatkozóan, ott már azért fölfedezhető ugye a szupranacionalitás. Amúgy nyilvánvaló, hogy az Európa Tanács alapvetően ugye ajánlások alapján működik, akár a parlamenti közgyűlés veszük, akár a nagyszámú szakbizottságot, az EU meg, hát látjuk, hogy hogyan. Ott ugye kicsúszni látszik a egyes tagállamok kezéből ugye a, a döntés, és nagyon sok, ugye kétharmados, minősített többséges döntés is van, tehát ott a szupranacionalitás a legérzékelhetőbben jelenik meg. A, 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 a cím másik része ugye a jogállam, hát most egy gyors talpó tanfolyamot kaptunk tanár úrtól, úgyhogy ezt itt-ott csak kiegészíteni fogunk nyilvánvalóan, de ugye azt az alaphelyzetet azt mindenképpen rögzítsük, talán egy tanulmányában Vargazsi Andás mutatott ugye rá arra, hogy elméleti doktrinából jutottunk el tulajdonképpen egy normatív szabályozásig. Ami, ami, egy nagy, nagy, út, hiszen a hatomgyakorlás, mint, mint előzetesen megalkotott joghoz kötöttség fogalmából, ugye azért ez a normativitás ez egyre inkább teretnyel, nyel. Részben ugye az alkotmányokban, már ahol, a BC2 az ugye a magyar alaptörvényben is megtalálható, illetve hát nemzetközi jogi dokumentumokban is azért, hogy meg megjelenik ez. Most hát a nemzetállamnak ebben a viszonyrendszerben kell helytálnia a jogállamisággal összefüggésben. Az említett előző adásban is említett, ugye Velencei Bizottság, tehát az Európa tanácsal kezdeném. Egyrészt elfogadta ezt a 2011-es jelentését, amelyben ugye azért hat kritériumot vár el az államoktól jogállami szempontból, ez ugye a törvényesség, jogbiztonság, önkényesség, tilalma, a bíráskodás függetlensége, emberi jogok érvényesülése és a hátrányos megkülönböztetés tilalma. Ennek a jelentésnek az utóélete az 2016 már, ahol a 106. számú penális ülésen ugye már egy ilyen rule of checklistet is elfogadott a Velencei Bizottság, Előzményeként valóban ugye a parlamenti közés 2007-es és ugye a miniszterbizottság 2008-as dokumentumai jelennek meg, de én azt gondolom, hogy míg a 2007-es PK dokumentum inkább talán csak azért jelentős, mert ugye érzékeli azt a fogalom eltérést, amit ugye ez a három alapfogalom, a Rule of Law, Rextrát és a Letadodra jelentenek, és inkább ezzel foglalkozik, de a 2008-as miniszteri bizottsági dokumentum már ugye három pillért határoz meg, mint az Európa-tanács működésének pilléreit, és hogy ez a demokrácia, az emberi jogok és a joguralom. Most azért érdekes ez, és egy kicsit talán oldhatjuk a feszültséget is, mert a 27. szakaszát ennek a miniszteri bizottsági áttekintésnek idézném. Nem létezhet demokrácia joguralom és az emberi jogok nélkül. Nem létezhet joguralom, demokrácia és emberi jogok nélkül, valamint az emberi jogok tisztelten, demokrácia és joguralom nélkül. Tehát ö, ö, aki hogy mondjam, eddig kétségeket ébresztett magában, hogy pontosan mivel is van szó, ebből biztos, hogy pontosan tud tájékozódni. Egy kicsit azt gondolom azért ez a szájbarágos stílus meg mosolyogtató. Na most a Velence jogállam formula ugye persze önmagában nem kötelező, de azért ennél nem álltak meg, és hogyha át megyünk az eu akkor azért látható, hogy egy nagyon szép és, 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 szisztematikus építkezésnek lehetünk ugye a tanulni. Valóban ugye az Európai Unióról szóló szerződésnek a második cikke felhívja a jogállamiságot és az emberi jogokat, mint olyanokat, amelyeknek tiszteletben tartásán ugye alapul maga az Európai Unió. De azt is mondja, hogy ezek közösek a tagállamokban, Mégpedig a pluralizmus, a megkülönböztetés ma a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, mint a nők és férfiak közötti egyenlőség társadalmában. Tehát, mint a mesében. És azért ebben olyan kevésbé jogi fogalmak is helyet kapnak, mint látjuk, mint például az igazságosság. Mert nyilvánvalóan ugye talán ma az a helytálló, hogy igazságosság nincs, de törekedni kell rá, de ugyanakkor azért a platóni államfelfogástól mondjuk Szent Huszalmai Gánosig azért is sokan kifejtették ezen a, ebben a területen a, a, az elképzeléseiket, és ez nyilvánvalóan megjelent ugye legalább az igazságszolgáltatásban is, ugyanakkor ott is visszaszorulóban van. A PP sem tartalmazza úgy, hogy régebben, hogy az igazság alapján kéne a jogvitákat eldönteni. Tehát ez egy csak azért hoztam ezt az egyet elő, mert ezek az értékek, amik közösek a tagállamokban, hát filozófiai magasságokba megy az, hogyha ezeket valóban értelmezni akarjuk tartalmi szempontból. Most ugye, ha ugrunk egyet, akkor ott vagyunk 2022-ben, amikor is ugye alkalmazik ezik Magyarország az szemmel a feltételességi mechanizmust, ugye, ez a 2020 per 2092-es újnózus rendelet, amelynek hát már ugye az elfogadása is, és a hatályba lépése is, meg az alkalmazása is érdekességeket vetett fel. Ugye ígéret, hogy a magyarországi választások azt nem alkalmazzák, közben majd ugye a luxemburgi bíróság a magyar és lengyel keresetre ki fogja mondani ugye az ítéletét. Tehát önmagában is elég érdekes jogállami kérdéseket vet ez ugye fel, hogy lehet egy rendelet alkalmazásáról egy politikai testületnek e, ilyen formában dönteni, stb. 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 De ugye ilyenkor adódik a rossz kérdés, a, ami a házasságok válsága idején szoktak föltenni, hogy e, hát, hogyan jutottunk idáig. És e, 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 ugye rosszabb, mert rosszabb válaszokat szoktak adni szegény érintettek. Azért annyit elmondok megnyugtatásképpen, bár Ugye politikai vérmérsékletétől függően ezt mindenki máshogy magyarázza, de hát azért ugye az 1993-ban alapított EU akkori tagállamai, hogy mondjam, már akkor voltak, hogy mi lesz az új demokráciák. Majd, ha azokat integrálni kell, mert látták, hogy előbb-utóbb ezt nem muszák meg az Unióba, és tulajdonképpen már ekkor elindul egy, egy munka, hogy ha fölmerülne majd ö, probléma a később csatlakozó új demokráciákkal, vagy akár a csatlakozás kapcsán is, akkor hogyan lehet ezt a idézővel teszem demokrácia deficitet majd ö, ö, kezelni. És ugye már az Amszterdami szerződésben, ez ugye 99, megjelenik egy jogállamiságvédelmi mechanizmus, a tulajdonképpen a hetes cikk szerinti eljárásnak az őse. A Nidzai szerződésben 2003-ban, ez ugye egy megelőző mechanizmussal ö, ö, egészül ki, ekkor van az karta elfogadása is egyébként, és aztán ugye a Lisszaboni szerződésben, ami ugye 7 de 9-ben lép hatályba, pedig a ma ismert jogállamiság védelmi eljárás kidolgozására kerül sor. Tehát ez egy meglehetősen hosszú idő. Egyébként a sorsnak egy furcsa fintora, hogy aki a legjobban szerette volna ezt a jogállamiság mechanizmust, az egyik állam az éppen Ausztria volt, és pont vele szemben akarták ezt először ugye élesíteni és alkalmazni, amikor a féle Szabadságpárt kormányra került Ausztriába 2000-es év elején, és végül ugye akkor a, hát a lájtosabb megoldás az volt, hogy a 14 másik tagállam léptette hatályba azokat a szankciókat, például ugye az elszigetelése, diplomáciai a és így tovább, amely akkor még ugye nem volt egészen kiforrott az Európai Uniós alapszerződésekben, illetve másodlagos jogban. Na most a... Ami itt még nem hangzott el egy nagyon fontos összefüggésre hívnám fel, vagy szerintem nagyon fontos összefüggésre. Ugye 2013-ban van a Tavárász jelentés, mindenki emlékszik ugye erre az időszakra. Ennek valószínűleg van szerepe abban, hogy 2014-re dolgozza ki a bizottság, egyébként a tanács és a parlament kérésére az úgynevezett jogállamiság megerősítésére irányuló új uniós keretet. Legyen ez bármi most jogforrási szempontból. Nyilván ő és az Európai Unió szerződés második cikkéből indul ki, és azt mondja, hogy védelemben kell részesíteni a jogállamiságot élő rendszer jellegű fenyegetések esetén, ugye az Európai Uniót. Azt hiszem, hogy most sikamos területet évethettem. Igen, azt gondolom, hogy ebből nem mondjuk le semmilyen rossz következtetést. Szóval a rendszerjellegű fenyegetések ekkor jelenik meg, amit nagyon sokszor hallunk. Amiről ugye az is senki sem tudja, hogy micsoda, de nagyon jól hangzik. Akkor nem tudunk konkrétat mondani, akkor mondjuk hát rendszer szerűen. Tehát ugye azt is mondja ez a keret, hogy akkor aktiválják ezt az eljárást, hogyha a jogállami biztosítékok, és megint csak jogászként mondom, nem látszanak alkalmasnak. Tehát azért ebben megint egy olyan ö, gumi ö, dolog van, ö, fenyegetésnek kell jelentkeznie, mi az, hogy fenyegetés, nem látszanak alkalmasnak a szóban forgó fenyegetések kivédéséről, ugye a jogállami biztosítékok. Tehát ebben nagyon sok ilyen ö, érdekesség van. Minden azt mondja, hogy a az információ cserenebű eljárást kell ilyenkor élesíteni, amely bizottság által értékelést, ajánlást, követést is jelent, tehát nem egyszerű információ cserét. De én azt gondolom, hogy ennek a jelentőség mind nem ebben van, hanem a másik, az igazi nehéz tüzérség ebben az infócserés új uniós keretben, amelyet egyébként egy közlemény formájában tett közé a bizottság, egy ilyen huszárvágással, ami ugye sajnos arra mutat, hogy 300 év alatt azért ők is eltanulták ezt a huszárharcmodort, és nem csak a mi privilégiumunk ez már. Tehát ezzel a kis huszárvágással azt mondja a bizottság a közleményben, a továbbiakban, hogy a bizottság főszabály szerint, ezt, ezt is megmondhatná valakinek, hogy milyen főszabály szerint, de mindegy, főszabály szerint megfelelő esetben tanácsot kér az Európa Tanástól és vagy a Velencei Bizottságtól. Na most ez az, amikor ugye gyakorlatilag az a helyzet következett be ennek nyomán, hogy egy tagállam fenyegeti-e a joguralom, jogállam, jogállamiság értékeit, azt nem feltétlenül a bizottság vizsgálja, és aztán állapítja meg, hanem átveszi azt tulajdonképpen az Európa Tanács Alkotmányi Tanácsadó Testületének informális eljárás alapján hozott határozata vagy megállapítása. Tehát gyakorlatilag itt csúszik össze az uniós és az Európa tanácsi mechanizmus, Hát azt saját tapasztaltaim alapján is meg tudom erősíteni, hogy egyre nagyobb ez a formális és informális összefonódás a szupranacionális szervezetek és egyéb nemzetközi úgynevezett jogvédő formációk között. Tehát ezek szakmán begyártják a jelentéseiket, oda-vissza hivatkozzák egymást, és ember legyen a talpán, aki egy-két kör után megmondja, hogy mi volt az eredeti. És pont ez a cél, egyébként azt gondolom. Egyébként ez a közleményre nem térnék ki, megkísérelte pontosítani a jogállamiság fogalmát is a megfelelő hát, Merencíj bizottsági standardok alapján, és azt egy kicsit tovább gondolva. Na most a folyamatát látszik, Ezután következik ugye majd a már említett hetesztik szerinti eljárásnak a végső ugye kidolgozása és aztán ugye alkalmazása is. Többek között ugye Magyarországán is 2018-ban megindul. Úgyhogy a, a továbbiakban erről rendeletről szólnék pár szót, a, ahová ugye eljutottunk, látjuk, hogy azért nem teljesen véletlenül. Ez a bizonyos 2092-es 2092 rendelet 2020-ból, amelynél egy-két figyelmeztető dologra hívnám fel a szíves figyelmüket. Az rendben van, ugye, hogy az Európai Unió szerződésre hivatkozik, de már a második bekezdésében egy európai tanácsi, tehát ugye az Európai Unió legfőbb döntéshozó szervének a felkérésére, amely ugye azt célozta, hogy az unió pénzügyi érdekeit ezekben az Európai Unió szerződés másik cégben értékekkel összhangban kell védeni. És innen jön ez, hogy akkor hogyan védjük meg az Európai Uniós pénzügyi érdekeket. A harmadik bekezdésében Azonban már azt mondja ez a rendelet, hogy a jogállamiság megköveteli, hogy valamennyi közhatalmi szerv törvényes korlátok között, etc., etc., a független és pártatlan bíróságok felügyelete mellett járjon el. És azért ez egy, úgy mondjam, közjog iránt elkötelezett és és vagy az iránt csak érdeklődőnek is azért szemet szúr, hogy valamennyi közhatalmi szerv. Hát akkor például az országgyűlés is az. Tehát ebben egy olyan követelmény van, még talán nem jutott eszükbe, ne adjunk tippeket, hogy gyakorlatilag még a nemzeti parlamentek és Magyarországgyűlés is adott esetben független és pártatlan bíróság felügyelte mellett járjon el. Ami azért egy érdekes dolog, és talán a szöveg cizellálásánál ezekre a kérdésekre is érdemes lenne figyelni, már csak azért is, mert ugye a későbbiekben, aztán amikor majd alkalmazásra kerül, akkor esetleg a meglepetés erejével hat. Abban azonban viszont egyértelmű a rendelet, és ez, ez, ez ilyen értelemben a közfelfogásba is így ment át, és, itt ugye akár a sajtót, akár a politikai világát veszük, akkor korrekt a tájékoztatás, hogy bizony az uniós költséget és védelmihez szükséges kérdésekről szól ez a rendelet. És ugye itt a probléma majd az lesz a jogalkalmazással, hogy hát ugye mi is számít ennek. De még mielőtt erről beszélünk, amikor. Mint egy mankóként nekünk elmondja ez a rendelet, hogy hát ő szerintem is számít az elvek megsértésének, akkor azzal kezdi, hogy a jogállamiság elveinek megsértésére engedhetnek következtetni. Tehát megint csak egy ilyen fogalom, jogászoknak nem kell ezt ö, magyarázni, engedhet következtetni az alábbi igazságszolgáltás függetlenségek veszélyeztetéséről, még később még beszélünk. Hatósági önkény röviden, valamint jogorvosati lehetőség. Hát én úgy érzem, hogy ebben a viszonyrendszerben egyébként a magyar jogállam és a magyar alkotmányosság azért megállja a helyét. Például ebben az emberi jogi egyezményben, ami alapján ugye a Strasbourg Bíróság működik, például nincsen benne az, hogy kell jogorvoslati lehetőséget biztosítani, magyar alaptörnyben meg benne van. Tehát a visszafele is el lehetne játszani a gondolattal, hogy akkor a jogorvoslati lehetőség rendelkezése állásához hogyan viszonyul egy ilyen rendeletben, például maga az Európai Unió. Viszont az látszik, hogy ezek a megsértési cselekmények, úgy tényállási elemek, azért úgy vannak megalkotva, hogy hát a jogalkalmazás számára bizonyos lehetőséget adnak, de nem minden. Viszont zárásképpen a szervezeti részhez és az intézmény részhez annyit elmondanék, hogy a kör azért bezárulni látszik. Tehát lopakodva legalábbis homályos körülmények között ugye kialakult egy ilyen giga intézményi összekapcsolódás, Európai Bizottság, Verencei Bizottság, EJEB, Európai Emberjogi Bíróság, Európai Parlament, Európai Unió Bírósága, Luxemburg. Az intézményi koncentráció tulajdonképpen együtt ennek a jogállamnak a kellően gumi jellegű megfogalmazásával tulajdonképpen ugye kiemelt az alapértek közül egyet, és azt egy ilyenfajta idézeles védelemben részesíti, bármely ország, bármely jogszabályával, akár egyes ugye, túlzó elképzelés szerint alkotmányával szembeni fellépésnek is teret adva. Tehát a karmok közül úgymond nagyon nehéz kicsúszni, nem beszélve azok az újabb szokások, Ugye, hogy azért láttuk, hogy ez a mechanizmus is, legalábbis az alap, mondjuk hetes cikket ha nézzük, azért hogy alapszerződés módosításokkal indult. Ma már ezeknek a nyomát sem látjuk, a rendelet is egy másodlagos jogforrás, van, ahol ugye, lásd a keret megállap, vagy a keretet, ugye ennek még jogforrási jellege is vitatható, és hát ugye, amelyet nagyon sokan mondanak, hogy Ma már nem kell az alapszerződést módosítani, meg egyéb uh, módosításokra sincs nagyon sokszor uh, szükség, hiszen uh, ezek az úgynevezett bíróságok, uh, talán Macolai elnök úr nem sértődik meg, de uh, azért teszik a dolgukat, csak egy példát mondok, a, a melegházasságnak a megítélése, ugye mi 50 év gyakorlatában az emberi jogi bíróságnál az úgynevezett, könyv, hogy egy férfi, egy nő, mindenkinek joga van, és hogy egész más okból írták ezt bele, hogy a házassághoz való jog az, az, az miért emberi jog. Aztán egyszer csak fölkelt a nap, és ezt úgy kellett értelmezni, hogy ez a meleg házassághoz való jogot is jelenti. Tehát nem kellett hozzá módosítani a konvenciót, az emberi jogkonvenciót, konvenciót, mert a bírósági jogértelmezés vidáman beleérti azt, ami hát kérdéses, hogy mondjuk a 40 50 es években mondjuk beleértetődötte az akkori alapító atyák gondolkodás módjába, vagy pedig az aláíró államokról ugye, ne is beszéljünk. Na most a másik jelenség, hogy az emberjogi bíróság mellé, ugye felcsatlakozott most már Luxemburg is, tehát az Európai Unió bírósága, amely szintén emberjogi jogállami húrokat penget lásd ugye akár a migráció vagy a tranzitzónák kérdésével kapcsolatos Európai Uniós bírósági ítélteket. Most a fentéken túlmenően ugye milyen további problémákat láthatunk ugye. Az Európai Unió nem állam. Ilyen értelemben jogállam sem tud egyébként lenni, és ez meg is próbál felnőni ehhez a feladathoz, ugye, hiszen ő a jogállamiság értékeire építeni az identitását, és jogállamiságot kér számon bizonyos szervezeteink keresztül, keresztül, olyan szerveteken keresztül, amelyeknek erre mozgó hatásköre azért vitatható. Ugyanakkor egy olyan idézebetett jogállamisági identitáson felnőekő szervezetről van szó, ahol viszont naponta kreatív jogalkalmazás folyik. Ezt mondjuk ki nyugodtan, és ez a kreatív jogalkalmazás nem kérhető számon. Úgyhogy az alapvető probléma az itt van, nyilván az EU reformjára vonatkozó elképzelések között azért van olyan, amelyik ezzel is foglalkozik, kíván, de azért nem mondhatjuk ezt tömeges jelenségnek. És hát ugye a rendeletből indultunk, itt is a kreatív jogalkalmazása jellemző, hiszen azért ugye talán arról még lehet szó, hiszen a igazságszolgálás függetlenségét azt írja a szírja rendelet, hogy ezzel kapcsolat a szupermérföldköveket Magyarország teljesítse vagy ne, és hogy mik ezek a szupermérföldkövek, azon lehet mondjuk vitatkozni, aminek például ilyen eredménye van, hogy a országos bírói tanács legnáló tagja az újra választható, de mondjuk a kúria elnöke nem. igaz, hogy az OBT tagok nem kívánnak ebben élni, ezt tegyük hozzá, de ettől még a jogszabályban ugye ez megjelent, mindenki tagadja, hogy ezt kérte volna vagy az igazgatási jogai elfogytak, mint a hold a Kúria elnökének. És hát mondhatnék egy személyes érintettségből is egy példát. Ugye mégpedig azt, hogy az is fontos volt, hogy mondjuk én az alkotmánybírói megbizatásom leállatta után ne lesse Kúriai bíró, úgy, mint egyébként kinevezett és bírói tisztségét születetető bíró. Hát én egyébként ezt beáldozom ezt a dolgot, tehát nem fordultam az Alkotmánybírósághoz sem ezen törvénymódosítás kapcsán. Tehát hogyha ez kell a világ békéhez, meg a, a világ boldogságához, akkor én, 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 én mondom, ez, ebbe, ebbe partner vagyok, csak akkor ne legyen több duzzogás. Tehát ez most megvan, akkor mindenki dőljön hátra nyugodtan. És a probléma az, hogy ugye nem ezt tapasztaljuk, volt a 60-as években egy vicc, talán idősebbek emlékeznek rá. Van-e kiút az új gazdasági mechanizmusból? Igen, van hegyes halom felé. Na most a, aztán, amikor arról beszélünk, hogy hogyan tovább, akkor szinte szóval három dolgot mondanék idő rövidséget, de nagyon röviden. Az egyik ugye lehet tovább is konstruktívnak lenni. Ezt szépen is lehet mondani. De ugye látjuk, hogy ez részeredményekhez vezet, maximum és hát azért a tapasztalat azt mondhatja, vannak itt kiváló büntetőjogászok is, hogy a zsarolónak általában azért semmi nem elég. Tehát ebből is ki kell indulnak a másik, hogy talán, ha már jogállamról beszélünk, akkor a magyar kormánynak, Magyarországnak is talán nagyobb számban kellene élni azokkal az EU-atta eszközökkel, amelyek jogi vagy a joggal határos területekre vonatkoznak, és, és akkor talán ezeken az eljárásokon hát legalábbis válaszadásra kényszerítenénk azokat az uniós szerveket, amelyek erre jogosultak. Hát ugye csak egy példa, ugye itt van a bizottsági elnök asszonynak a minapi kijelentése, ugye a gender és migrációs vitát jelölte meg, amiatt a további visszatartott pénzek kifizetésre nem keresül. Úgy, hogy erre se bizottsági felhatalmazása nem volt, korábbi dokumentumokban a rendelet alkalmazása kapcsán nem szerepelt felmerül legalábbis a kérdés, közben ez nem való visszaélés. Ebben az esetben ugye megvan a lehetőség talán valamiféle fellépésnek. De az is kétségte, hogy én nem láthatok bele abba, hogy milyen vegykonyha működik ugye Brüsszelben vagy Strasbourgban, tehát nyilvánvaló, hogy nem biztos, hogy ez belefér a jogállami lehetőségbe. A másik, ugye, hogy annak a kockázata is megvan, hogy egy méretes pofomban szaladunk bele Luxemburgban, amire ugye hát azért van esély. Ugye, aki kicsit is ismeri ennek az integrációnak a történetet, azt tudja, hogy a, a bíróság, hát a közösségbírósága, ez az Ever Closer Union égisze alatt, ugye, még akkor nem volt unió, hát tulajdonképpen akkor is működött, és akár a koszta, ennél esetet, mondjuk a Fangenden volt, egészen a kondicionalitási rendeletig, tulajdonképpen azért mindig az integráció előrevitele mellett tette le a voksot tendenciájában mindenképpen, nem azt mondom, hogy minden döntésében, de tendenciájában azért ez egy 50-60 éves folyamat. De ettől függetlenül azért az mindenképpen kellemetlen lehet az uniós szerveknek, hogyha újra és újra meg kell magyarázni a megmagyarázhatatlan. Tehát eljárásjogászként is mondom, hogy a jogi lehetőséget mindig próbáljuk meg kihasználni a, a maximális mértékben. A harmadik lehetőség viszont, a rektor úgy is említette már, hogy a Horizon és az Erasmus Plus programokat, tehát azt gondolom, az uniós magyar polgárok kezében van. Tehát annak viszont lenne lehetősége, hogy ugye az uniós szabadságok és, és, egyáltalán az uniós jog sérelmét látva ezekben a jogfosztó rendelkezésekben magánszemélyek lépjenek fel az uniós diszkrimináció ellen. Ennek számtalan lehetősége van, petíciót mindenki benyújthat a parlamenthez, intézményeset, ombudsman van, hozzá is lehet fordulni, amiként az EU szerződés az is Biztosítja, hogy bárki bármely eu intézményhez fordulhat, választ kell kapnia azon a nyelven, amilyen nyelven az uniós szervhez fordult. És hát az Európai Unió bírósághoz a fordulásnak is több mint 31 paragrafusban ad helyet az Európai Unió működéséről szóló szerződés. Tehát itt én azt gondolom, hogy a magánszemélyeknek, hallgatói önkormányzatoknak, tehát biztos, hogy nagyon. Fontos, hogy mondjuk a karitanásban hány egyetemi hallgató van, és, és jó dolog a vizsgaterhekkel szemben mondjuk tiltakozni, de adott esetben ez a Horizon vagy az Erasmus Plus program is megérne azt gondolom valamilyen olyan lehetőséget, amely Európai Unió szerveket válaszadásra kényszeríteni. Persze nem csoda szerez és egy petíció nem csinál nyarat, de tízezer vagy százezer mindenképpen, hogy mondjam, hát ütősebb lenne, még Európai Uniós viszonylatban is talán. Végezetül két személyes megjegyzést, amit ígértem az előadás elején. Ugye Mádor professzor úr a volt, mint itt többeknek, és én ebben a minőségben álltam hozzá közelebb. 80-as évek elején a nemzetközi magánjogból néhány hallgatójának, és köztük voltam én is, a témában vágó, de kizárólag idegen nyelvű forrásokat adott ki. Ezt az ifjabbaknak mondom, hogy ezekhez való hozzáférés 80-as évek nem volt egyértelmű, mint, mint manapság és azt feldolgozva az egész évfőm előtt kellett ugye számot adni a megszerzett és információkról a tudásra. Szóval hát szó, megizzadtam ebben a angol nyelvű pertörténettel, amit a számomra kiadott, nem is volt rövid, nem is volt könnyű a szöveg, de ma is hálás vagyok azért a szemléletformálásért, amit ezzel a munkával szerényen, ugye, hisz a jelentkezés önkéntes volt, rám kényszerített. A másik emlék, ezt a e, és sútnai karán már ex-elnökként e, e, köszöntöttük egyszer őt, e, nagy plénum előtt beszélt, és ott mesélte, hogy a 60-as évek elején e, már Strasbourgban, de tanárként, ösztöndíjasként szállási ablakából látta és hallotta, hogy több Európát követel a tüntető nép. Hát ő akkor nyilván vasfüggöny mögül, 60-as évek elején Magyarországról ugye érkezze az európai integráció vonatkozásában, erről a több Európáról csak álmodhatott. De amikor ugye az állam valóra válni látszott, itt már volt, aki felidézte, ugye, hogy ő volt a hivatalban lévő elnök, amikor csatlakoztunk az EU-hoz, de az első napon, amikor a Magyar Parlament megkezdte az Európai Uniós csatlakozáshoz szó szerződésnek a a tárgyalását. Ő is néhány hónapos köztársasági elnök volt, ugye szót kért, és nyilvánvalóan az integráció és az Európai Uniós Tagság mellett érvelt, ami, ami hát nyilván egy köztársaság elnöki tekintét is felhasznál, hogy nagyon fontos dolog volt. Ez azonban, ez a kiállás, amit többen is hangsúlyoztak, soha nem akadályozta meg őt abban, hogy a nemzetegységért is kiálljon. Emlékezzünk már arra a munkabizottságra, amit ő a magyar igazolványokra vonatkozó szabályozás után alakított, hogy hogy lehetne ezt továbbfejleszteni állampolgársággá, és hát ugye élére állt annak a kampánynak is, ha lehet így mondani, a, a nyilván a elnöki korlátokat figyelembe véve, amely ugye a népszavazással célozta a kettős állampolgárság megteremtését, és aztán elbukott ugye az akkori baloldal akna munkáján. Tehát én azt gondolom, hogy az ő élete példa arra, hogy a nemzet egysége szolgálata, és ugye az Európa projekt igenis összeegyeztethető egymást feltételező és nem egymást kizáró programokról van szó. És most úgy felmerül az emberben a költői kérdés, ismerve, és egy részben ugye álltam is ismertetve azt, hogy milyen helyzet állt elő, nagyon fontos kérdésekben, hogy vajon ez a mai Európa azért megfelele annak, ami Mádúr Ferenc álma lehetett egykor. Köszönöm szépen a megtisztelt figyelmet.